Sziasztok, ez itt a meccskibeszélő második része, ahol ezúttal a Milán-Róma mérkőzést fogjuk kibeszélni visszatért a szériá január 6-án, és rögtön egy olyan fordulóval, ahol két nagy rangadót is rendeztek. Ezek közül a milan róma mérkőzést közvetítettem, erről majd TikTokon lesz összefoglaló, ha nem tiltja a TikTok, mint mondjuk az Arsenal Manchester City meccset persze. Most viszont akkor térjünk rá a találkozóra. Hát eleve az összeállítás nagyban befolyásolta az, hogy a csapatoknál kit hívtak be az Afrikai Nemzetek Kupájára, egyébként többségében szinte mindenkit kivéve Félix Afenegiánt, ő maradt a Rómában, ő nem hívták be a gánai válogatottba, viszont például Darbo Diavárátul pedig Kessié, illetve Báló Turé sem állhatott Pioli rendelkezésére, ráadásul a sérültek miatt rengetegen hiányoztak a Milánban, de azért a Románál is, például Spinazzola vagy Majorál nem lehetett ott José Mourinho együttesében. Ibrahimovic csak kispadon kezdett többek között, de összességében annyira nagy meglepetés nem volt. A kezdőkben ugye egy bizonyítási lehetőséget kapott ma például Krunicsa Milánban, ő nagyon nem győzött meg egyébként engem, akkor ott volt Gabbia, ott volt Kalulu, és ugye csereként bálva Conti is játék lehetőséget kapott, és a mérkőzés remekül indult ugye a Milán számára, jött egy távoli lövés, amit Rui Patricio bravúral védett, és aztán így tényleg a varral kicentiszték, hogy Ibrahimnek a kezét tényleg súrolta szinte a labda, valamilyen szinten egyébként szerintem hozzáért, és hát a szabály szerint ez büntető. És Zsirú értékesítette is a 11-est, úgyhogy meg volt az ötödik gólja a Milánban, a szériában a lévő És nem sokkal később jött egy szériában nagyon ritkán látható gól, egy pokolian ö, nagy hiba, egy eladott, labdát után, egy eladott labda után Zsirú elhúzta ugye Rui Patricio mellett, óriás ajándéklabdát kapott, és lőtte egy kapufát, és mire a Róma fellélegezhetett volna, Messi az berúgta a kipattanót 2-0 a 18. percben, és a 25. percben jutott el lövésig, ugye a Róma akkor Zanioló lövését védte menjen, aki egyébként rohadt jó teljesítmény nyújtott, ezen a mérkőzésen, hiszen a második félidő vége fele, így szinte a semmiből jött egy lövés, amibe Ibrahim belefejelt, és óriási reflexzel védett menjen. Ezt követően jött egy hasonló szituáció, csak most Ébrahem lábbal nyúlt bele a szöglet utáni lövésbe, az viszont már gól lett, visszajött a Róma, és a második félidő elejét meg is nyomták azok, után, hogy Brahim Diaz szétforgácsolta a felső lécet. A Róma jobban játszott a második félidő első negyedében fogjuk rá, vagy így első 20 percében szerintem jobban nyomtak, jöttek a szögletek, és volt egy nagy védése menjennek, aztán utána jött Karsdorp kiállítása, és ezennel elvágta magát a Róma, jött egy újabb óriási felső az ezúttal a volt rómás Florencitől, még egy Milán kapufa, aztán a csereként Báló leó kilépett, és egy nagyon szép befejezéssel eldöntötte a meccset 3-1, de aztán a Róma megpróbált így úgymond már az esélytelenek nyugalmával gólt szerezni, ami nem jött össze, maradt a 3-1, viszont a végén Hát Kárzdorpon kívül lesz majd a Juventus ellen egy másik eltiltottja Mourinho-nak, méghozzá Mancini személyében, hiszen Mancini kiállította magát azzal, hogy Láot felrúgta a 94. perc környékén, és a cseneként az Zlatan Ibrahimovic 2022-ben is gólt szerezhetett volna. Természetesen erre még lesz bőven esélye, de nem a mai napon, hiszen Rui Patricio kivétte a 11-esét. Összességében megérdemelten nyert a Milán, látszik, hogy a két csapat milyen célokért küzd, egyébként jó rangadó volt, helyenként azért voltak unalmasabb periódusok szerintem, de ez a négy gól, ráadásul a kapus teljesítmények, főleg, hogy egy Rui Patricio kivédte Ibra 11-esét, így azt hiszem ez egy tényleg elfogadható jó kis rangadó volt, de egyébként mostanában már az ilyen meccseknek már csak azért is lehet örülni, hogy egyáltalán lejátszák és nem kell elhalasztani, úgyhogy örülök azért, hogy részese lehettem Valamilyen részen ennek a Milán-Róma meccsnek, aztán az össze, Foglaló TikTokon meg tudjátok tekinteni, a szeretnétek a közvetítésemet, a hangomat. Úgy mérkőzés értékelése pedig nagyjából így ennyi lenne. Hogyha ti is látátok a meccset, írjátok meg nektek, milyen véleményetek róla. Hogy ezzel a sorozattal kapcsolatos is majd az a kis hétvégi meglepetés, amivel készülünk, hiszen valami új még jelentkezik YouTube-on, de erről egyelőre még sokat nem árulhatok el. Mindenesetre, ha minden igaz, vasárnap ennek fényében jön majd az újabb beszélő. Addig tippelhetek esetleg melyik meccsről lesz szó, mindenesetre köszönöm a figyelmet, sziasztok!